9. alkalommal gyűltek össze a megye nyugdíjas kórusai a Katonadalok Fesztiváljára. A rendezvényt, amelynek idén először Hajdúszoboszó adott otthont, a Hajdú-Bihar megye és Debrecen nyugdíjas szervezeteinek szövetsége, az 5. Bocskai István lövészdandár és a Kovács Máté Kulturális Központ szervezte. A Katonadalok Fesztiválja jövőre lesz 10 éves, indulása óta nagy sikernek örvend a nyugdíjas énekkarok körében. Ez úgy indult, hogy akkor nekünk a megyei elnökünk Kolozsi Sándor nyugalmazott ezredes volt. És akkor találták ki ezt, hogy ne csak szóló népdal éneklés legyen, hanem legyen Katonadalok Fesztiválja is. Ezt a laktanya is felvállalta, és örültek neki. Sokat változott, mert mindig meghatároztuk, hogy melyik korosztálynak, vagy történelmi kornak a dalait várjuk, és ebből készülnek a nyugdíjasok. Ez mondhatnám azt, hogy egy éves készülést jelent, ami azt jelenti, hogy itt a végén mindig kihirdettük, hogy melyik korosztály, vagy kornak, történelmi kornak a dalait kérjük, és abból készülnek. És ez tulajdonképpen egy hosszú feladat, mert először megkeresik, hogy milyen dalok születtek akkor, és utána kiválogatják azokat, amik illik az énekkarhoz, és hosszú-hosszú gyakorlásnak az eredménye egy ilyen fesztivál. Idén a Rákóczi és a Bocskai szabadságharc idején született dalokkal kellett készülniük az énekkaroknak. Megmondom őszintén, hogy ez nagy gondot jelentett, egyre kevesebb dalt találtak, de itt vannak, és örülünk nekik. Ezek a nyugdíjasok, de egyébként örülünk neki, hogy sokszor vannak szakemberek, akik segítik őket. A rendezvény fővédnöke Bodó Sándor volt, az országgyűlési képviselő szinte az összes fesztiválon ott volt eddig. Egyrészt érdekel ez a történet. Talán nincs is olyan férfi ember, aki ne szeretné a katonanótákat. Hát ha művelni nem is tudom, de hallgatni viszont azt hiszem annál inkább. És hát a másik pedig, hogy nagyon jó a közösség. Amikor 10-20 településről, 10-20 klub ellátogat egy-egy ilyen találkozóra, akkor mindig jó a hangulat. Jó ismerősökkel találkozni, kicsit megbeszélni, hogy kivel mi történt. Hát van egy hangulata, van egy feelingje, ahogy szokták mondani. Nem csak az ilyen modern fesztiváloknak van hírérték, amelyet esetleg a televízióban hallunk, látunk. Bizony ezeknek a találkozóknak is olyan varázsa van, amit a résztvevők nem felejtenek el. Amikor hazamennek, aztán elmesélik az otthoniaknak. Néhány hónapig ez a téma, aztán már a készülődés a következőre. Tehát ez része lett az életüknek, mondhatom, része lett az életünknek. Ebben az évben 13 énekkar vett részt a rendezvényen, többségük a kezdetektől fellép a Katonadalok Fesztiválján. Remek a hangulat, és egyre színvonalasabb a műsor. Kár most, ahogy mondja az elnök asszony, hogy kevesebben jöttek el, bánhatják, mert remek hangulatban, remek időtöltéssel töltik el a mai napot. Gyönyörű, szép katonadalok, és remélem, hogy mint ahogy be volt harangozva, hogy Bocskai és Rákóczi dalokkal lépik, tehát kórusz dalokkal. Rendezzük a kórus találkozó is egy minden évben ismétlődő program, és ezt Hajdúnálláson rendezzük, mert a Művelődési Központtal együtt, ez is kornyugdíjas egyesület a mi nevünk, és amikor áprilisban annak a műsornak vége lett, akkor kezdtünk el a Katonadal Fesztiválra készülni, mi is minden évben új programmal készülünk. A téma is változik, mert újabban megadják, hogy mivel készülünk. Hát most kurusz nótákat, meg hajdú nótákat kellett készülni, tanulni. És hát nálunk énektanár, nyugdíjas énektanár, aki készít bennünket, és igen igényes. Mindig több szólamba szereti a dalokat összehozni. Úgyhogy hát nem mondom, hogy vért izzadtunk, de nagyon sokat kellett küzdködni, mire ezt a dalt is betanultuk.
A hajdúszoboszlói Derűs Alkony népdalkör is minden alkalommal részt vett eddig a fesztiválon. Hatalmas munka előzi meg, és rákeresés, mert adott időpontra kell katonadalokat kikeresni, úgyhogy ez elkezdődik már, mikor ez most befejeződik, mert már akkor megkapjuk a következő évre a iránymutatót, hogy mi is az, amiről majd énekelni kell, és ettől a perctől már a következő évre készül a csapat. Annak különösen örülünk, hogy most ebben az évben ide került Hajdúszoboszlóra, és bízunk abba, hogy talán, vagy nem talán, inkább határozottan szeretnénk azt, hogy minden alkalommal ezután az elődöntők itt történjenek meg. Mert ez most itt Hajdúszoboszlón egy elődöntő, és a döntő majd a debreceni Kossuth laktanyában fog folytatódni tovább. Örülünk, hogy minden alkalommal összejövünk ilyen sokan. Annak külön örülünk, mondom, hogy most Hajdúszoboszlón van, és kaptunk visszajelzéseket a megérkezett vendégeiktől, barátainktól, hogy csodálatos lett a művelődési házunk, és szívesen jönnének jövőre is ide, és mi reménykedünk is, mondom ismét, hogy jövőre is az elődöntők itt fognak megtörténni. A Hajdúszoboszlón bemutatkozó 13 énekkar közül azok, amelyeket a zsűri a legjobbnak ítél, szeptember 10-én egy gálán léphetnek fel a Kossuth laktanyában.